Új szabállyal indult az idei tanév. A tanulók kötelesek leadni mobiltelefonjaikat és okoseszközeiket az iskolákban, amíg az épületben tartózkodnak. Többek között ezzel a témával is foglalkozunk. Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc, a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Emellett a HPV elleni védőoltásról is tudhatnak meg hasznos információkat, valamint bemutatjuk a felújított nyírvasvári templomot is. Tartsanak velünk! Idén több mint 23 milliárd forinttal támogatja az állam a vármegyében megvalósuló közfoglalkoztatási programot. Ez több mint 16 ezer fő átmeneti foglalkoztatását oldja meg azokon a településeken, amelyek közül 45 mutatta meg termékeit a Nyíregyházán megrendezett 7. közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. 7. alkalommal telt meg Nyíregyházán a Kossuth tér azokkal a vármegyei kiállítókkal, akik a 2011-ben indult közfoglalkoztatási programnak köszönhetően saját lehetőségeiket figyelembe véve kezdtek valami újba. Ezáltal tudnak esélyt nyújtani főként a halmozottan hátrányos helyzetben lévők számára egy stabilabb, jobb életre. Évről évre Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a leginkább támogatott vármegyék egyike. Ennek a történelmi örökségünk, a hátrányos helyzetünk az oka, de a hátrányos helyzet nem azt jelenti, hogy bele töppedünk, hanem igyekszünk a saját energiánkkal, szorgalmunkkal ebből kikerülni. Erre remek lehetőség a közszolgáltatási program, addig, amíg az elsődleges munkaerőpiacra nem kínálkozik olyan állás lehetőség, amiben ezek az emberek is el tudnak helyezkedni, akik most még a közszolgáltatásban vannak. Azt tudom mondani, hogy remek lehetőségek vannak már az elsődleges munkaerőpiacon is, és a következő évben több ezer új munkahely lesz, nem csak Nyíregyházán, hanem vármegye számos pontján. Ebben a vármegye önkormányzat is közreműködik, a TOP Plus program keretében van egy úgynevezett munkahelyi paktum programunk, ahol 7 milliárd forintot fogunk a közeljövőben, a következő években munkahelyi támogatásokra fordítani. A közfoglalkoztatási program lehetőségével már a kezdetektől éltek a vármegyei önkormányzatok. Számukra ez egyszerre jelent munkahelyteremtést, szociális intézkedést és értékteremtést is. Nyilvánvalóan ez egy munkalehetőség, ahhoz képest, hogy az emberek otthon üljenek, vagy akár komolyabb lehetőségek nélkül keressenek állást. Ezt mi átmeneti lehetőségnek tekintettük és tekintjük a mai napig. Évről évre nyomon követjük azt, hogy hány fő, hogyan és milyen módon helyezkedik el a közfoglalkoztatást követően az elsődleges munkaerőpiacon, és azt láthatjuk, hogy kb. 10%-ot ér el minden évben azoknak a száma, akik közfoglalkoztatottként kezdik el az éven mondjuk a tevékenységüket, de időközben a munkaerőpiacon tudnak elhelyezkedni. A program sikerességének záloga a polgármesterekkel való szoros együttműködés, a települési önkormányzatok elkötelezett munkája és hozzáállása. Bakta Lóránd háza számára is komoly segítséget jelent a közfoglalkoztatás lehetősége, hiszen azokat, akik nem jutnak el az elsődleges munkaerőpiacra, csak ennek köszönhetően tudják foglalkoztatni. Most 2024-ben is mezőgazdasági termékekkel készültünk, hiszen elsősorban a mezőgazdasági start közfoglalkoztatási programban vesz részt Bakta Lóránd háza, és ennek keretében különböző zöldségeket és gyümölcsöket termelünk, amit elsősorban saját konyhánkra használunk fel, hiszen napi átlagosan 1000 adag ételt főzünk meg a helyi önkormányzati fenntartású konyhán. Ezen kívül szociális célokra adományozunk, és a felesleget pedig értékesítjük. Így a rövid ellátási láncot is meg lehet oldani, tehát a termékek, a nyersanyagok eredete is ismert. Így van, és az a mai világban, a napjainkban fontos, hiszen nagyon sokan nem bíznak az áruházláncok termékeiben, hanem keresik a helyi szolgáltatókat, helyi termelőket, és hát egyik helyi termelő nálunk ugye az önkormányzat. Az országos közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Budapesten rendezik meg szeptember 20-21-én. 8 önkormányzat jelentkezett, hogy részt vesz ezen a budapesti rendezvényen, ami a Vajdahunyad várban lesz. Én azt gondolom, hogy ez is egy újabb lehetőség, hogy megmutassák magukat ezek a települések. Ez is egy évről évre visszatérő és működő program. Nyilvánvalóan elsősorban a budapestiek számára kerül megszervezésre, és azok az önkormányzatok, polgármesterek, akik ezen részt vesznek, és utólag szoktunk beszélgetni, nagyon jó
véleménnyel szoktak lenni. Elmondható az, hogy az is vásárként működik, tehát tudnak értékesíteni jelentős mennyiségben a termékeikből ezen a rendezvényen, tehát nyilvánvalóan ez gazdasági értelemben is egy fontos, meg hát közben bemutatják a településüket. A Vajdahunyad várában kiállító települések egyike Kállósemjén, ahol három start munkaprogram is zajlik. A legnagyobb lélekszámban 27 fővel a mezőgazdasági program fut, itt legfőképpen az önkormányzat konyhájára termelünk meg különböző termékeket, több mint 11 hektáron gazdálkodunk. Mellette a szociális program fut, ami természetesen a település karbantartását végzi, illetőleg helyi programot is működtetünk. Ennek két része van, az egyik egy asztalosipari üzem van, a másik része pedig egy varroda, és a mögöttem látható kiállító térben is a varrodai munkásoknak a termékeit lehet majd megtekinteni. Emellett természetesen vannak hosszú távú közfoglalkoztatásaink is, ezek legfőképpen az intézményeknek az ellátottságát biztosítják. Hogyan sikerül azt megoldani az elsődleges célt tulajdonképpen, hogy a munkaerőpiacra kikerüljenek mindazok, akik a programnak a résztvevői? Nagyon sokat változott a program, azért mert több mint 10 éve megy, és az igazság, hogy nagyon sokan el is helyezkedtek, egyre nehezebb megfelelő terméket, minőségi terméket létrehozni. Nyilván vannak egyedi helyzetek, ez egy valahol egy tanulási időszaka is a közfoglalkoztatottaknak is, hiszen meg kell tanulniuk azt, hogy fel kell kelni, el kell jönni, van egy munkarendje, vannak szabályok, amiket be kell tartani, és ezt követően pedig amit kap ebből az összeget, azt be kell osztani a hónapba. Ez egy nagyon nehéz folyamat. A jövőben Kállósemjén hogyan tekint erre a nagy programra? Nyilván tovább akarjuk vinni ezeket a programokat, hiszen mind a konyhának az ellátottsága, mind az intézményeknek az ellátottsága az már berendezkedett a közfoglalkoztatási programra. És az is hasznos, azok a dologi jussok, amiket a programban kapunk. Tehát azok a vetőmagok, tápanyagok, amelyet a mezőgazdasági programban, vagy a faipari munkások tekintetében, azok a faanyagok, vagy cérna és egyéb dolgok a varrodásoknak, ezek nagyon fontos dolgok. A rendezvényen termékdíjakat is átadtak. A bronz termékdíjat textil készítményeivel fehér gyarmat, az ezüstöt száraz tésztáival Tiszadada önkormányzata kapta. Megnéztük az erősségeinket, gyengeségeinket, és az erősségeinket helyeztük előtérbe, és ez jött ki belőle, hogy ezt a tésztaüzemet létre tudtuk hozni. Volt az önkormányzatnak egy elhagyatott kétszintes épülete, amit közfoglalkoztatás keretébe be tudtunk vonni, fel tudtuk újítani, és természetesen támogatásból megvettük a gépsorokat, és azóta ez így szépen működik, úgyhogy most már számítógépes szárítókamráink vannak. Valamilyen szinten meglepetés volt, ugye nagyon sok önkormányzat végez tésztagyártás, vagy gyárt tésztát, ugye ilyen mennyiségben, mint mi, azért nem sokan csinálják, de mi úgy gondoltuk, hogy mi nem kirakatot akarunk csinálni, hanem mi igazából termelni akarunk, és mennyiséget akarunk előállítani, és gyakorlatilag ez a 4-6 mázsa tészta naponta száraz tésztát, ez attól függ, hogy ugye milyen tésztát gyártunk, tehát ezt meg tudjuk tenni. A 16 pályázó közül 2024-ben az arany termékdíjat Baba Kelengyéjével Nyírtas település kapta. Egy olyan ötletet dolgoztunk ki még 2011-től, ahol olyan közfoglalkoztatásban dolgozó hölgyek dolgoznak, akik nem alkalmasak nehéz fizikai munkára, és akkor ezt találtuk ki nekik, hogy próbáljunk meg olyan kézzel készített termékeket készíteni, amit ők is könnyen meg tudnak egyrészt tanulni, mert azért többen megtanulták ezt a technikát, tehát magát a horgolást például, illetve nyilván az addig elkészített termékeket, terítőket, horgolt, illetve keresztszemes terítőknek a skáláját egy kicsit bővíteni folyamatosan évről évre, hogy nyilván a termés skála az szélesebb legyen, és egy kicsit többet tudjunk mutatni magunkból.
Ezeknek a termékeknek egy jó része, én gondolom, hogy ezért a település határait elhagyja, hiszen használati tárgyakról van szó, dekorációs tárgyakról van szó, mit lehet az útjukról tudni? Nyilván nem csak a település határain belül maradnak ezek a termékek, nagyon sokat adunk reprezentációba, például Liechtensteinben is eljutott a hercegnőhöz egy nagyon csodálatos, a legcsodálatosabb terítőnk eddig, úgy gondolom, vagy akár minisztériumi szintekig, hanem meg lehet vásárolni a weboldalon keresztül, és más egyéb fórumokon is értékesítjük ezeket a termékeket, illetve hát a helyben, a babacsomagban adjuk oda a település újszülött gyermekeinek, illetve a családjaiknak. Mi lesz a jövője ennek a folyamatnak? A jövője mindenképpen az, hogy még több ötlettel gazdagodni szeretnénk, és még több technikát alkalmazni, illetve még több terméket kidolgozni, hogy valóban egy olyan széles termékskálával rendelkezünk, ami alkalmas arra, hogy akár egy kisebb fajta vállalkozás vonatkozásában ezt tovább tudjuk vinni, és nem csak a közfoglalkoztatás keretein belül akár. A tervek szerint a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt 2025-ben is megrendezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal. Új szabállyal indult az idei tanév. A tanulók kötelesek leadni mobiltelefonjaikat és okoseszközeiket az iskolákban, amíg az épületben tartózkodnak. A készülékeket tanítás előtt kell összegyűjteni és a nap végén kiosztani, de az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek maguknál tarthatják a telefonokat. Lezárt szekrényben, rekeszes tárolókban őrzik a diákok telefonjait egy nyíregyházi iskolában. A tanulók ugyanis idén a mobiltelefon használatot korlátozó rendelet alapján már nem használhatják okoseszközeiket az oktatási intézményekben. A diákokat olyan szempontból nem érintette ez nagyon érzékenyen, hogy mi ezt már évek óta alkalmazzuk, ezt a technikát, tehát tulajdonképpen nem volt nekik újdonság. A nehézséget inkább az okozza számunkra, hogy hogyan is valósítsuk ezt meg, hiszen most már jogszabályban van ez rögzítve, hogy elzárt helyen kell tartani, és a házi rendben szabályozzuk, hogy ez pontosan hogyan történik. Nem olyan egyszerű. Azt kell tudni ugyanis erről, hogy nálunk egy több célú intézmény van, általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola, és ráadásul én még ketté választanám az általános iskolát is, úgyhogy vannak alsó tagozatosok, vannak felső tagozatosok. Én úgy gondolom, hogy az alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, művészeti iskola, tulajdonképpen négy párhuzamos univerzum, teljesen más világ. Mivel a jogszabály egységesen szabályozza az eszközhasználatot, egy ilyen több célú intézményben nagyon nehéz olyan házi rendet megfogalmazni, ami mindegyik korosztályra alkalmazható. A készülékeket tanítás előtt kellene összegyűjteni és a nap végén kiosztani, de a gyerekek életkori sajátosságaiból fakadóan mások a telefonhasználati szokásaik. A középiskolások nem egyszerre érkeznek a gimnáziumba, és nem egy helyre érkeznek. Nem ritka az, hogy egy osztályból az osztálynak egy negyede csak harmadik órára érkezik meg, a másik három negyede pedig az első órákat három különböző tanteremben tartja, mert különböző fakultációkra járnak. Utána ezek a telefonok hogyan fogják megtalálni egymást, tehát az osztályai hogyan fog egy helyre kerülni, és délután pedig, amikor szintén különböző időpontban mennek haza, ki az, aki mindig egy olyan helyen tartózkodik egy felnőtt, hogy át tudja a diák számára adni. Ha például a gyerek bejáró, és éppen nem talál senkit azon a helyen, ahol a telefonok vannak elzárva, könnyen elképzelhet, hogy a buszt lekési, mert nem tudja a telefonját átvenni. Testnevelés órák problémája még egy külön probléma, ha a reggel az első óra testnevelés, hogyan történjen meg akkor a telefonok begyűjtése. Tehát ezzel kapcsolatban el tudom azt mondani, hogy magával, a jogszabálynak a céljával egyetértünk, és úgy gondolom, hogy ennek a jogszabálynak az a célja, hogy megtanulják a diákok jó időben, jóra, és nem káros hatással használni a telefonokat, és ebben az iskolának szerepet kell vállalnia. Tehát ezzel a céllal egyetértünk, a technikai kivitelezés az most még okoz azért nehézségeket. Teszteljük a rendszert, figyeljük, hogyan működik, milyen nehézségek merülnek fel, és biztos, hogy fogunk iskolán belül is ebben még változtatni, és azt gondolom, hogy a jogszabály is fog még finomodni, módosulni a következőkben. Az alsósoknál a legkönnyebb a helyzet, mert ők nagyrészt egyszerre jönnek, és hát majdnem egyszerre mennek, tehát a legtöbben napközisek, tehát a napközi idő végén mennek haza. Tehát az alsósoknál az első óra elején, aki éppen az órát tartja, az nem
feltétlenül az osztályfőnök, összegyűjti, egy dobozban tároljuk, ilyen rekeszek vannak ebben a dobozban, és minden telefonnak egy külön rekesze van, és utána pedig vagy a tanteremben van olyan zárható szekrény, amiben be tudja zárni, vagy pedig a tanári szobába hozza be, és ott tároljuk elzárva ezeket a telefonokat. A felsősöknél már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, főleg a délutáni hazamenésnél, mert valaki tanulószobás, valaki nem tanulószobás, ott már kicsit nehezebb a kiosztás, de ugyanez a rendszer működik, tehát az első órát tartó tanár szedi be. A középiskolásoknál a legbonyolultabb, ahogy elmondtam, különböző időpontban jönnek és különböző helyre. Náluk az volt már az évekkel ezelőtt bevezetett szokásunk vagy rendünk, hogy a diákok önállóan az első óra kezdet előtt betették a tanári asztalon levő dobozba a telefonjukat, és akkor még szünetekben elvehették. Tehát a középiskolásoknak nem tiltottuk azt, hogy szünetekben elvegyék a telefonjukat. Következő óra elején mindig vissza kellett tennie, és működött, nem volt ebből különösebb probléma. Most tőlük is össze kell gyűjtenünk és elvinnünk, hát nehéz megoldani, hogy ez megfelelő időben mindig ott legyen, ahogy kell. És még egy külön kategória a művészeti iskola, ahol pedig nem csak a saját diákjaink tanulnak különböző művészeti ágokon, hanem vannak külsősök, akik eleve délután érkeznek ide, és akkor tőlük be kellene szedni a telefont. Hát igyekszünk a jogszabályt betartani, amennyire csak lehet, nem mindig egyszerű. A technikai kivitelezés azonban okoz még nehézségeket. Gálottó hozzátette, tesztelik a rendszert, figyelik, hogy milyen problémák merülnek fel, és biztos, hogy finomítanak még a részleteken. A bejelentés óta a jogszabályban is történt változás. Az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek például maguknál tarthatják a mobiltelefont. A betegséget a szülőknek orvosi papírokkal kell igazolniuk. Átadták a felújított Lubics családi kápolnát Nyírvasváriban. A barokk épületet teljes egészében rekonstruálták. A homlokzat és a tető felújítása mellett az elektromos hálózatot is korszerűsítették, a szentélyben látható különleges freskókat pedig restaurálták. A fejlesztést több mint 70 millió forintos topos forrásból kivitelezték. Így nézett ki még néhány éve Nyírvasváriban az a római katolikus templom, amely a jelenleg iskolaként működő Lubi kúria szomszédságában áll. Az épület egykor a Lubi család kápolnája volt, a 2010-es évekre viszont annyira leromlott az állapota, hogy a hívek a görög katolikus templomban tudtak csak misézni. Szeptember 6-ától újabb fejezet kezdődött Nyírvasvári életében, hiszen a régió turisztikai fejlesztéseinek eredményeként közel 10 év után ismét biztonságos és kulturált körülmények között lehetett misét tartani a római katolikus kápolnában. Nagy öröm, hogy itt lehetünk ebben a gyönyörűen felújított templomban, ahova eljött most az iskola is, úgyhogy nem hagyjuk a templomot és nem hagyjuk az iskolát, sőt építjük, újítjuk, gazdagítjuk, és kérjük a Jóisten áldását a templomra is, az iskolára is, de főként az iskolában dolgozó és tanuló hívekre, embertársainkra. Kedves testvéreim, amikor ezt a megújított templomot ünnepélyesen megszenteljük, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet. Bűnbánatunk jeléül, és keresztségünk emlékezetére ezzel hint meg minket az egyház, és a meghintés által áldást kérünk magunkra és erre a templomra. Az Úr Jézus Krisztus segítsen minket kegyelmével, hogy hallgassunk a Szentlélek indításaira, és hűségesek maradjunk egyházához. Az Úr a mi segítségünk. A kápolna szentelésén részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta a választókörzetben, a római mellett a görög katolikus és református intézmények is megújultak a turisztikai program segítségével. Nyírség turisztikai program keretében 15 célt fogalmaztunk meg itt a választókerületben. Ebből a 15 program elemből, inkább így fogalmaznék, 10 valósult meg. Ebből 7 templomfelújítás történt meg, a görögkatolikusok, reformátusok, és most pedig láthattuk, a római katolikusok is magas színvonalon újították fel a templomaikat.
Mindenható örök Isten, áraszt ki kegyelmedet erre a helyre, add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ezek a falak a múlt, hol lélekemelő, dicsőséges, hol pedig fájdalmas és tragikus eseményeknek a korszak tanúi. Ezért méltó és igazságos, hogy a templom felújításával tisztelgünk őseink előtt, elődeink teljesítmény előtt, és hirdessük Isten dicsőségét. Ha azonban valóban hűek akarunk lenni Istenhez és elődeinkhez, akkor nekünk a jövőre kell, hogy gondoljunk. Isten és őseink ugyanis bizonyosan nem azt várják el tőlünk, hogy a múltba feledkezzünk, hanem azt, hogy megőrizzük az állandó, az örök emberi értékeket, és ezeket adjuk tovább önöknek, nektek gyermekek, az utánunk jövő nemzedéknek. Azt várják, hogy éljünk talentumainkkal, és gyarapítsuk azokat. Halleluja! Toppos forrásból készítettük el, körülbelül 72 millió forint körüli összeget fordítottunk rá. Itt a településen ennek a kis kápolnának az a jelentősége, hogy a Lubi családnak volt mellette egy kastélya, és úgy keveredett ki ebből a kis templomocska, hiszen itt volt nekik a temetkezési helyük egy kis kápolna szerűségben, amiben már most átszállították az elhunytakat a Nagyarba. Összekapcsolódik a két dolog. Az oltár mögötti rész egyelőre szándékosan kelt félkézbe nyomást, mivel ezeken a falakon olyan értékes freskó mintákat találtak a művészettörténészek, amelyekből a Nagy Magyarország területén is mindössze 4-ről van ismeretünk. A freskó különlegességét az adja, hogy Szent István a szokásostól eltérően nem a szent koronát, hanem a kardját ajánlja fel Isten szolgálatára. A megyés püspök azt mondta, a fehér falak a jövőben is így maradnak. Ott a kutatások nem mutattak freskókat, tehát ott a fehérre meszelt fal, az műemléki előírások szerint az fehér marad, tehát oda nem lehet akármit festeni, főleg így egy ilyen régi barokk kápolnában, ahol tényleg nagyon szép, csodátra méltó freskók vannak, ott nem lehet most a 21. századi művészeknek, mert akkor keveredés lenne. Tehát ezt nyilván a műemlékvédelem ezt előírja. Ha találtak volna, akkor persze folytattuk volna. No most ezek sincsenek még készen, tehát még a restaurálás fog folytatódni a szentélyben lévő freskóknak a felújítása, de ez még hát forrásigény, úgyhogy sokba kerül, és ezt most egyelőre még nem tudjuk, de ahogyan a plébános úr is mondta, már most érdemes megnézni, megcsodálni, mert tényleg nagyon szép és különleges maga az ábrázolás. Mi a jelentőség annak, hogy itt a kardot ajánlja fel Szent István? Van ezért ez máshol is, ahogyan elhangzott, 4 helyen legalább freskóban ábrázolva. Festményként láttam már több helyen is. Ugye mit jelent a kard? Az erőt, a küzdelmet, a harcot, és hogy az életnek a küzdelmeit is mindent odaad a király Mária oltalmába. Tulajdonképpen az egész életét. Lehet, hogy a kard, mint személyes eszköz, ezt akarja kifejezni a művész, hogy ő saját magát is fölajánlja az országával együtt. A szentmise után az ünnepség a nyírbátori Bátori István katolikus óvoda 2 tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium szintén felújított udvarán folytatódott, ahol Palánki Ferenc megyés püspök az iskola aulájából a kertbe áthelyezett Bátori István mellszobrot is megáldotta.
A 2024-25-ös tanévben is önkéntesen kérhetik a 12. életévüket betöltött 7. osztályos tanulók szülei az ingyenes HPV elleni védőoltást a gyermekük számára. Az oltást idén is a beleegyező nyilatkozat kitöltésével adathatják be a szülők gyermekeiknek. Az idén 10. éve bevezetett iskolai kampányoltás keretében mindez idáig közel 425 000 tanuló részesült védőoltásban. HPV védőoltások, mit is jelent ez a három betű így egymás után? Kiket érint, milyen időszakban lehet ezeket az oltásokat beadni, milyen korban, és lehetnek-e lehetséges mellékhatások? A HPV az a humán papillomavírust jelenti, a védőoltás pedig ezeknek a vírusoknak egy pici darabjából készült olyan oltás, ami semmilyen módon nem okozhat betegséget. Magát a rendszert azt körülbelül 30 évvel ezelőtt állították már be. A kipróbálások alapján 9 éves kortól lehet alkalmazni. Az az ajánlás, hogy 11-12 éves lányoknak és fiúknak kell adni. A fiúknak azért, hogy a későbbiek során a partnereket ne tudják megfertőzni. A méhnyakrák ma Magyarországon, de a világon is az egyik, ha nem is a leggyakoribb, de gyakori rossz indulatú dagantos megbetegedés. Magyarországon a 7. helyen áll, évente 1000-1200 esetet diagnosztizálunk, és évente 600 beteg hal meg. Ebből egynek sem kellene meghalni, és hogyha sikerülne a védőoltásokat úgy kiterjeszteni, hogy az egész társadalom át lenne oltva, akkor ez a rettegett betegség megszűnne. Tehát ezzel azt lehet mondani, hogy a humán papillomavírus nagyban felel azért, hogy ezek a daganatos megbetegedések kialakulnak? Olyannyira nagyban, hogy szinte kizárólag. Egy újságcikket olvastam, amelyben egy éves kislánynak diagnosztizáltak méhnyakrákot. Annál nyilván nem a HPV vírus okozta. Maga HPV vírus a szexuális úton terjedő betegség, vírusfertőzés. Akkor érdemes már gondolni arra, hogy rákszűrő vizsgálatra is kell menni, amikor már túl volt az első aktuson a hölgy. De maga a védőoltásra sokkal korábban, még a nem életmegkezdés előtt célszerű. A fiúknál lényegében semmilyen problémát nem okoz, bár vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint akár a nemi szerveken is kialakulhat tőle megbetegedés, de alapvetően mégis a hölgyek védelmét szolgálja a fiúknak a beoltása. A jelenlegi a kongresszusokra szoktam járni, ahol az ajánlás most az van, hogy 53-55 éves korig van értelme mindenkit beoltani, van értelme azokat is beoltani, akik már fertőzöttek voltak, mert azok a kóros HPV vírusok, ami ugye 14, a több mint 300-ból, az megbetegíthet, tehát nem 14 szokott egyszerre, hanem egyik másik, igen, a többi még nem. Tehát az a jelenlegi vakcináció, amit mi alkalmazunk, én alapvetően a Cervarix-9-et szoktam, az ebben a pillanatban 9 HPV törzs ellen véd, ebből 2 a szemölcs, kondiloma, kombinátum, és 7 pedig a méhnyakrák ellen, 16, 18, 31, 33, 41 és még néhány más törzs ellen. A probléma az, hogy mire kiderül, hogy valakinek méhnyakrákja van, mert panasza van, addigra már lényegében elkésett a diagnózis. Tehát olyan tünetek szoktak keletkezni, hogy derékfájdalom, illetve a vesevezetők lezárása, a daganat előrehaladása folytán, ilyenkor már nagyon nehéz egy beteget meggyógyítani. Tehát mindenképpen megelőzni kell. A megelőzésnek a legegyszerűbb módja a védőoltás, utána a rákszűrő vizsgálat. Sajnos a jelenlegi szisztéma szerint ennek a hatékonyságát 50-70%-ra teszik a kutatók. Ettől jobbnak kéne lenni, de sajnos nem jobb. Tehát nekem is volt már olyan betegem, akinek megcsináltam a méhnyakrák szűrést egy évben. Egyszer, szeptemberben, és utána a következő év, augusztusában pedig hát diagnosztizáltam nála a méhnyakrákot. Nem azért, mert rosszul vettem el a kenetet, hanem azért, mert ennek a vizsgálati módszernek sajnos van rengeteg buktatója. Úgyhogy most már át kellene térni a HPV alapú genetikai szűrésre, gyakorlatilag az egész országnak.
Tehát mi nőgyógyászok, amikor ilyen kongresszusokon vagyunk, ezt hangsúlyozzuk folyamatosan, hogy meg kéne győzni a törvényhozókat, a felettes szerveket, hogy hagyjuk most már abba ezt a citológiai vizsgálatot, és helyette a HPV genetikai szűrést kell alkalmazni. Lényegesen jobb hatékonysággal történik. Hát én azt szoktam mondani, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdték a szexuális életet, hát amíg csak élnek. Tehát volt nekem 90 éves méhnyakrákos betegem is, és amikor megkérdeztem tőle, hogy utoljára mikor jött házas életet, akkor bevallott, hogy hát 30 évnél régebben. Tehát vannak olyan HPV törzsek, amik akár 30-35 évig is ott bujkálnak a méhnyak szövetei között, és utána annak jelet magukról a betegség formájában. Tehát én azt mondom, hogy amint elkezdik a nem életet, onnantól kezdve már élete végéig a nő járjon rákszűrővizsgálatra. Vannak olyan javaslatok, hogy nem kell csak olyan 28-29 éves kor után ezeket a vizsgálatokat csinálni. Amikor a legutóbbi kongresszuson ezt hallottam, akkor én felálltam, és én azt mondtam, hogy én 45 éve vagyok már ezen a pályán. Első ügyeleteim egyikében halt meg a kezem között egy 18 éves hölgy csontsoványon, akkor lett volna az esküvője, nem sokkal később. De amikor az Országos Onkológiai Intézetben én továbbképzésen voltam, ott találkoztam olyan hölgyel, akivel néhány évvel korábban úgy vették ki a méhét, hogy akkor még csak 16 éves volt. Tehát én nem hiszek abban, hogy a méhnyakrák az megvárja a 18-20 éves kort. Sajnos nem várja meg. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdik a nők a nem életet, onnantól kezdve már egy kockázati faktor a méhnyakrák, és mindenképpen az évente egyszeri méhnyakszűrésre mindenkinek javaslom, hogy jelentkezzem. Na most én a problémát abban látom, hogy Magyarország a 10 millió koldús országából 10 millió futballszakért országa lett, utána 10 millió Covid-járvány szakértő lett belőlük, 10 millió védőoltás szakértő, és most nem tudnám megmondani, hogy a társadalom hány százalék az, aki csípőből utasítja el a védőoltást, úgy amblok. De ez nem magyar jelenség. Hát ha szomszéd országokban látjuk, védőoltásokat utasítottak vissza, kolera elleni védőoltást, és gyerekek nagyon sokan haltak meg itt a szomszédországban, Romániában, kolerában. Tehát a védőoltást ismerjük, gyerekkorunktól kapjuk, soha senkinek semmilyen ellenkezése nem volt. Egyelőre az utóbbi néhány év az, amikor valamilyen kordivat alapján itt védőoltás ellenesek is lettek. Én nem azt mondom, hogy védőoltás rajongónak kell lenni, csak hogy elfogadjuk azt, hogy az antibiotikum szükséges torokgyulladásnál, meg tűrőgyulladásnál, akkor fogadjunk már el azt, hogy a nőgyógyászok kivétel nélkül ezt mondják, hogy a méhnyakrák megelőzhető, ha mindenki be van oltva, ez a betegség eltűnik a föld színéről, épp úgy, mint a fekete himlő. Mai 35 perc című műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket. Legközelebb ezzel a műsorral hétfőn találkozhatnak. Viszontlátásra!